Már voltunk az ELTE Festen, és szerettük volna mi is, mint szülők, az utolsó kérdéseinket feltenni, mert azért mégis a szülőnek szerintem ott kell lenni a gyerekeinek a háta mögött, hogy minden információ meglegyen a gyereknek, hogy, és szerintem megkaptuk azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy benyomjuk február 15-ig a gombot. Ez nagyon jó ötlet, hogy így a karok kitelepülnek, és közvetlenül a diákoktól lehet kérdezni, mert így azért olyan információkat is meg lehet tudni, amit az internetről nem. Miért az ELTE? Mert az ELTE. Az ELTE az ELTE. Azért, mert neve van, egy nívós intézmény, ugye története van, külföldön is elismert. A felvi.hu-n, ami található információ, az naprakész. Ha további dolgok érdekelnek, akkor megadtak e-mail címet. Azt is ebben a füzetben. Ez már a második szülői fóruma az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek, ami egy újdonság a maga nemében. Egy nagyon érdekes kísérlet arra, hogy a hallgatókon kívül a szülőket is közvetlenül megtaláljuk. Lehetőségük van az összes karral találkozni, kari kollégákkal beszélni, akár arról, hogy az egyes karokon mely képzések futnak, akár arról, hogy mondjuk a bekerülésnek milyen feltételei vannak. A nagy előadások közül talán azt emelném ki, ami a felvételi változtatásáról, a felvételi eljárás megváltozásáról szól, de ezen kívül szerintem hasznos információkat adunk az Erasmus programtól kezdve, egészen mondjuk az ELTE-n zajló ellenőrzésekig, minőségbiztosításig. Tekintettel arra, hogy a lányom SNI besorolású gyermek, nagyon fontos azzal is tisztában lenni szülőként, és természetesen gyermekként is, hogy adott esetben lehetek kizárók egy felvételi eljárás esetén, illetve milyen olyan többletjogosultságot tud ebből fakadóan kapni és érvényesíteni, amely a diplomaszerzést meg tudja könnyíteni.